Sziasztok! Ebben a videóban el fogjuk készíteni a SketchUp logóját. Ez lesz az első, legegyszerűbb modellünk, amivel fogjuk alkalmazni, felhasználni a navigációs eszközöket, a rajzoló eszközöket, és egy pár apró olyan parancsot, amit még nem vettünk át részletesen, de látni fogjátok a SketchUp-nak a filozófiáját. Ennek a videónak a fő feladata, hogy bemutassa, hogyan kell gondolkodni a SketchUp világában. Az első feladatunk az, hogy eltoljuk a négyzetet, és a Rectangle Tool segítségével megrajzoljuk az alapsíkunkat, klikkeljünk a modelltér egy tetszőleges pontjára, majd adjuk meg a négyzetünk dimenzióját, ami legyen 3x3 méter. Ezután, miután megvan az alapsíkunk, vegyünk fel további négyzeteket, legyen egy 2x2-es négyzetünk, valamint rajzoljunk egy 1x1-es négyzetet. Megkaptuk azokat a sík idomokat, amelyeket ki kell húznunk a térbe a push-pull tool segítségével. Válasszuk ki az eszközt, megadjuk az alapsíkot, mozgassuk el fölfele, vagy éppen lefele, mi most fölfele szeretnénk kihúzni, és a kihúzás mértéke legyen 3 méter. Picit eltávolodok, jöjjön a következő kihúzás, 2 méter, majd 1 méter. Geometriailag el is készült a SketchUp logója, van pár plusz szél, amelyet ki kellene törölnünk, hogy szép felületeket kapjunk. A radír eszköz segítségével ezt meg tudjuk tenni, töröljük ki a felesleges éleket. Igazándiból azt is mondhatjuk, hogy elkészült az első modellünk, de még nem tökéletes, színeket, azaz anyagtulajdonságokat kellene a lapokhoz rendelnünk. Mielőtt ezt megtennénk, csináljunk el egy apró műveletet, toljuk el az éleket párhuzamosan befele 0,1 méterrel. Adjuk meg az alapsíkot, aminek az éleit szeretnénk eltolni párhuzamosan, válasszuk ki az eltolás eszközt, klikkeljünk egy tetszőleges élre, mozgassuk el befele, és körülbelül 0,1 méternyivel toljuk el befele az éleket. Ismételjük meg a műveletet többször. Kijelölő eszköz, alapsík, párhuzamos eszköz, él, eltolom befele, a nagysága pedig 0,1. Hentul eltolom a nézetet, space, kijelölő eszköz, kijelölöm az alapsíkot, eltolás eszköz, él, befele, 0,1. Most már ki tudjuk színezni a modellünket, válasszunk ki egy tetszőleges anyagtulajdonságot, ebben az esetben ez nem textúra lesz, hanem egy alapszín, itt a festékes bödönre klikkelve lehet behozni a különféle mintázatkezelő ablakot, válasszuk ki a legördülő menüből a Colors menüpontot, itt különféle szín közül lehet választani, én most ezt a vörös színt választom, és szépen fessük ki a kockánkat. Rá kell klikkelni a felületre, amelyet ugye ki akarunk festeni. Hát igen, itt még látszik, hogy nincsen meg az alja a modellünknek, ezt gyorsan befoltozzuk. Ha a SketchUp is úgy akarja, most jó lesz, sikerült. Néha a nézetet el kell forgatnunk, hogy elérjük a célunkat. Ez nagyon fontos a SketchUp szoftverbe, mert sok mindent úgy próbál kitalálni a program, hogy figyelembe veszi, hogy hogyan is áll a kamera a háromdimenziós térbe. Befessük a felületeket, és legvégül pedig fehérrel ugye a felső lapokat ki fogjuk színezni, és azt mondhatjuk, hogy elkészült az első háromdimenziós modellünk, ami a SketchUp logója. Még azt megtehetjük, hogy a View menübe az Edge Style-nál kikapcsoljuk az Edges mellől a pipát, és most már egy nagyon szép háromdimenziós objektumot látunk a képernyőnkön, amelyet pár klikkeléssel alkottunk meg a SketchUp-on belül. Remélem a SketchUp-ban való munkát, a SketchUp-ban való gondolkozást ez a példa föl tudta villantani az érdeklődők számára. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, most is innen fogjuk folytatni.